A Polar Express ismert dala csendült fel a Cortina színi tanoda fiataljai előadásában. Mindössze 3 hónappal ezelőtt kezdték a közös munkát Bányóczki Nóra színész énekes segítségével. Most pedig már híres karácsonyi daloktól volt hangos Bánhida. Rengeteget fejlődtek, ez most egy összetettebb dolog, ugyanis próza is van benne, dal, tehát énekek is vannak benne, koreográfia is van, úgyhogy ez most egy abszolút komplex dolog, izgulok is, mert még elég kevesen vannak, akik csináltak ilyet, hogy tényleg az egyik dalból a próza következik, a prózából a dal, tehát Isten igazából egy kis történet fel lett építve. Rengeteget fejlődtek, mint egyénileg, mint pedig így csapatmunkában is. Néha még a fegyelmezés az kicsit sok, de most már kezdenek rájönni, és szerintem a mai nap után fognak rájönni arra, hogy muszáj a koncentrált munka. Mindig megadom nekik azt a lehetőséget, hogy azért nyilván társasági életet éljenek, de amikor meló van, akkor meló van, de azt gondolom, hogy meg lesz az eredménye. Karácsonyi dalok lesznek a Polar Expressből, a TNT-nek a híres Fehér Karácsony dala, akkor a Karácsonyi Álom, Betlehemi Királyok, most így a teljesség igénye nélkül mindegyik olyan karácsonyi dal, amit szerintem mind a szülők, az ismerősök és a barátok is ismerni fognak, úgyhogy remélem, hogy jól fognak szórakozni, illetve egy Adi vers is el fog hangozni, a Karácsony című vers, az új beállónk Ádám fog majd előadni. A fiatalok folyamatos képzése mellett új szárnyukat bontogató tehetségeket is várnak. Egész évben lehet hozzánk csatlakozni, szeretném az iskolákat járni, illetve felkutatni azokat a fiatalokat, akiknek lehetőséget tudok adni a szereplésre, illetve akik egyáltalán vágynak erre. Úgyhogy biztos, hogy fognak rólunk, vagy remélem, hogy fognak rólunk hallani így a környékbeli lakók, gyerekek, fiatalok.